Dombóváron három közművelődést szolgáló intézmény működött eddig önállóan. A könyvtár, a művelődési ház és a helytörténeti gyűjtemény. A város vezetése úgy döntött, a jövőben összevonja és közös irányítás alá helyezi őket. Az okokról beszélgettünk Kerényi Zsolt alpolgármesterrel. A választások után fogalmazódott meg, hogy változtatni szeretnénk az akkori struktúrán. Egy picit ennek majdhogy nem filozófiai jelentősége is van. Egy párhuzamot hadd mondjak, én elsősorban a oktatásügyben, nevelésügyben dolgozom, és engem borzasztóan zavar, amikor egy iskolát lecégeznek. Például a bankoknál két kategória van, a lakossági meg a céges. Ilyen nincs, hogy iskola, holott több ezer ilyen intézmény működik, és ez ugyanígy vonatkozik a közművelődésre is. És nagyon zavar engem, amikor a cégformát ebbe belekeverik. Tehát a neve is mutatja, hogy közművelődés, hogy ez igazából nem egy gazdasági kérdés. Itt úgy működött a múltban, hogy egy gazdasági társaság működtette a dombóvári művelődési házat, tehát a művelődésnek egy részét, a másik rész az meg önkormányzati intézményként működött. Kikértük szakértők véleményét is, meg körülnéztünk, hogy a környéken hasonló településeken ez hogyan működik, és arra jutottunk hosszas vizsgálódás után, hogy jobb lenne egy közös önkormányzati fenntartású intézményt létrehozni. A döntéssel közelebb szeretnénk hozni az intézményeket egymáshoz, és nem titkoltan közelebb az önkormányzathoz, amiben nem fél el egy gazdasági társaság, amire csak részben van rá hatásunk, mondta el érveit Kerényi Zsolt. Nyilván egy településnek, egy városnak kötelessége bizonyos közművelési feladatokat ellátni, és ezért felelőssége és feladata is, hogy ez hogyan működik. Ez így sokkal jobb, hatékonyabb, hiszen ha egy gazdasági társaságot közbeiktatunk, arra bizonyos hatással nem bír az önkormányzat. És így alakult ki ez a jelenlegi intézmény. Lélegzetvételnyi időt kapunk ahhoz, hogy a kialakított jogi kereteket most majd tartalommal is megtöltsük. És hát ez folyik most tulajdonképpen, hogy kitaláljuk azt, hogy ez ne csak egy keretváltozás vagy jogszabályi változás legyen, hanem hogy hogyan fog és hogyan tud ez jobban működni. Azt hiszem, hogy a itt dolgozó munkatársaknak is lesz nagyobb mozgástere, azáltal ugye, hogy eddig több volt intézmény lett egy egységesítve, illetve én bízom abban, hogy új szemlélet is keletkezik. Itt szeretném megemlíteni, hogy Dombóváron ennek az épületnek, a Mősi háznak óriási múltja van, és nagyon híres múltja, és hát hangozzék el itt Bali Pap Ferencnek a neve, aki itt országos hírű kulturális életet teremtett meg. És egy picit szeretnénk visszanyúlni ezekhez a gyökerekhez, és a szemléletváltásban látom én elsősorban a változást. Nagyon nagy felelősség, hogy milyen kultúrát közvetít ez az intézmény majd az emberek felé. Nyilván nem arról van szó, hogy mindig József Attilát kell itt szavalni, meg a legfelsőbb szintű, legmagasabb szintű kultúrát, de mégiscsak egy erőteljes szűrőt kéne kialakítani, hogy mi az, amit mi, így mondom most, hogy hivatalos formában juttatunk el a dombóvári emberekhez és a környéken élő emberekhez. Azt is gondolom, hogy a régi értékek megőrzésével, új emberek bevonásával lehet ezt hatékonyan megteremteni. Tehát szeretnénk olyan embereket alkalmazni, és ez már folyamatban van is, akik egy kicsit más szemléletben látják ezt a dolgot. Nyilván ez is szükséges ahhoz, hogy ez jobban menjen. És még egyszer mondom, az egység, tehát hogy a közművelés az egy egységes gondolkodásmódot kíván, és ezért talán jobb keret hozzá egy egységes intézmény is. Kerényi Zsolt szerint a finanszírozhatóság megoldott, és a jelenleg felállt forma jobban eloszthatóvá teszi a meglévő pénzeket. Az állami finanszírozás az év elejétől megnőtt a szférában. Az alpolgármester szerint megszűnhetnek a működés és ezzel együtt a finanszírozás párhuzamosságai is az együttes működés hatására. A város azt tervezi, hogy a pandémiás helyzet feloldását követően pezsgő kulturális életet hoz Dombóvár életébe, melyben az új intézménynek jelentős szerep jut majd.